Mártonnaphoz számos érdekes népszokás és hagyomány kapcsolódik, amiknek megőrzését immár 11 éve segíti rendezvényével a Felsővárosi Általános Iskola. Nagyon fontos, hogy az intézményünk a Felsővárosban foglal helyet, itt helyezkedik el az intézmény, és tulajdonképpen a gyökerek és a múlt innét ered. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a családok gyermekei nagy részben ebből a városrészből hozzánk járnak. Tehát a felkészülést egy kicsit már otthon is megkapják a gyermekek, mert azért ismerik azt a szokásrendet, amit a libafertáj magában foglalt. A vidám délutánon a diákok felevelenítették Szent Márton legendáját, az ünnephez kapcsolódó dalokat tanultak, és néptánc bemutatóval is készültek. Szent Márton először egy katona volt, és arról volt híres, hogy mindig segített a szegényeken. Erre az is példa, hogy látott egy koldust, aki a hóban vaszogott. És akkor ketté vágta a köpenyét, és a felét neki adta. A másik fele kinek jutott? A másik fele pedig Szent Mártonnak maradt meg, és egy nap követeket küldöttek, hogy mostantól püspök lesz, de ő nem akart lenni, és befutott egy ludolba, de a ludak gágogása felkeltette az emberek figyelmét, és megtalálták, és így püspöknek kellett lennie. A gyermekek szerencsére tudják, mit köszönhetnek Niels Holgersson nélkül is a ludaknak, és persze Szent Mártonnak.